Józsi, te mekkora egy nagy tau vagy! Mégis mindenki rám hajt. Ez itt a Semleges Térfél, szokás szerint Kolárik Józseffel. És Fürjes Szabolcsal. És klikkelés, lájkolás, megosztás, hozzászólás, és... amennyiben lehetséges támogatás, ez ami nagyon-nagyon fontos, így karácsony idején. Igen, és minden támogatást, minden egyes interakciót, amit csak elkövettek a YouTube felületünkön, nagyon szépen köszönünk. Mai témánk, most belecsapok egy kicsit az elejét rögtön, a TAO támogatás, illetve annak a változása, illetve az eddigi TAO. Hogyan jutnak hozzá az egyesületek a TAO-hoz? Mi az a TAO pénz? Sajnos egy pár hozzászólása kapcsolatban merült fel ez a téma itt a YouTube csatornánkon, általában a Ferencváros támogatásával kapcsolatban. Mindenre rátenyerel a Fradi, mindenre az állami csapatok, tehát most tulajdonképpen elmondjuk, hogy hogyan lehet egyáltalán pénzhez hozzájutni. Nem olyan egyszerű az, és nem egy csapat nem tudja kisajátítani ezt az egész pénzösszeget, amihez ráadásul nem is úgy kell hozzájutni, hogy csak fogod magad, írsz egy e-mailt, és már megkapod a pénzt. Azon kívül, hogy valaki pártigazgató, az nem azt jelenti, hogy rögtön hozzá is tud jutni. Tehát szerintem ezeket hagyjuk. A téma szakértője, Fürjes Szabolcs barátom, magasan kvalifikált pénzügyi szakember, aki nem egy TAO ügyletben vett részt, mint tulajdonképpen ő határozta meg a kluboknak nyújtandó támogatást. Úgyhogy ha valaki autentikus, akkor a Szabi barátom, igen, át is adom neki a szót. De nem én határoztam meg a támogatást. De először majd, hogy én mit csináltam ebben, azt majd később, miután ismertettem, hogy működik egyáltalán a TAO támogatás rendszere, akkor azt elmondom, mert akkor érthetőbb lesz a dolog. Először is kezdjük ott, hogy a TAO, mint azt megállapította a kúria, a TAO az közpénz. Na most a közpénz fogalma az úgy néz ki, hogy közpénz az állam bevétele, kiadása és követelése. Jó? Tehát, hogy az alaptörvénye viszonylag egyszerűen elintézi ezt a dolgot. És főnév. Így van. Na most, ott kezdjük a dolgokat, hogy most éves szinten a tavalyi évben, illetve ebben az évben és jövőre 125,2 milliárd forintról beszélünk. Tehát ez az, amit a látványsportok... Tehát az összes sportág, nem csak a labdarúgás, igen, az összes sportág. Nem tudom, a művészeteknek nyújtott a művészeti támogatás, mert ugye arra is lehetett taózni. Igen. Ez is benne van? Nem. Az akkor már külön téma, oké. Igen, ez teljesen kifejezetten csak a látványsportok hat érintő. Na most, ez a keret, ez nem változik jövőre, viszont ugye két nagy fejezete van ennek a keretnek, méghozzá a fejlesztés és a működés részre fordítható összegek. Na most, hogy működik maga a rendszer? Ez úgy működik, hogy ez a pénz úgy áll elő, hogy a vállalatok, akik egyébként a társasági adót fizetésre kötelezettek, az adójuk egy részét, azt nem az államnak fizetik be adó formájában, hanem sportegyesületeknek adják, amelyek látványsportokat üzemeltetnek. Mik a látványsportágok? Mert ebből is állandó vita van, hogy néhány fejben olyan sötétség van, hogy azt mondjuk el, hogy ezek... Kézilabda, labdarúgás, póló. Birkózás... Azt hiszem. Tehát akár. Igazán a fontosabb pontszerző, olimpiai pontszerző sportjaink. Tehát tulajdonképpen itt ugye nem csak a futballról beszélünk, tehát az a keret az azért több sportek között oszlik el. De a lényeg, hogy szóval a vállalatok az adójuk egy részét sportegyesületeknek adják. Na de ennek mi a rendszere? Ennek az a rendszere, hogy először is az állam, mint olyan,
gondolom én a pénzügyminiszter az éves költségvetés összeállítása során meghatározza azt, hogy mennyi lehet az, az adó, amelyet a vállalatok nem az államnak, hanem sportegyesületeknek fizetnek. Ez volt ez a 125,2 milliárdos összeg. Ezt éppen a napokban Varga Mihály jelentette be, hogy jövőre is ekkora lesz a keret. Na most, amikor ez a keret megállapításra kerül, akkor ez a vállalatokra vonatkozik. És ugyanúgy vonatkozik a sportegyesületekre is, és a sportegyesületeknek kell írniuk egy pályázatot. Ebben a pályázatban le kell írniuk azt, hogy milyen beruházásra, vagy milyen működési költségekre kívánják fordítani azt a pénzt, amelyet a TAO támogatással elnyerhetnek. Ezt a pályázatot beadják a megfelelő szervekhez, tehát a sportági szövetség, illetve az állami szervekhez, ezek elbírálják. Na most, hogyha zöld utat kap, mert azt mondják, hogy igen, ez tényleg egy fontos beruházás, tényleg van értelme, nincs benne semmilyen formai hiba magában a pályázatban, stb. Stb. Akkor ott tart a dolog, hogy van egy sportklub, aki még csak a jogosultságot nyerte el arra, hogy a pályázatban megjelölt összeg erejéig összekalapozza a pénzt a vállalatoktól, akiknek lehetőségük van az állam által megállapított kereteken belül a társasági adójuk egy részét a sportegyesületek számára felajánlani. Itt jön be a képbe az, hogy ez azért közpénz, mert nem az állami büdzsébe kerül be ez a pénz, hanem sportegyesületekhez kerül. Na most... Tehát ez úgy néz ki ez a dolog, hogy egyrészt pályázni kell, másrészt valami értelmes dologra kell költeni. Harmadrészt, ugye, hogyha már közpénzről beszélünk, akkor az államnak, illetve az adott sportági szakszövetségnek is feladata van még a továbbiakban, ugyanis nekik ellenőrizniük kell, hogy hogyan használták föl ezeket a pénzeket, és azért lehetett egy jó pár esetben olvasni arról, hogy hát bizony, itt olyan célokra mentek el pénzek, amelyek nem a pályázatnak megfelelő célok voltak, ezért hát valamilyen bünti járt. Na most önmagában a TAO lehetőséggel élni, tehát a TAO támogatást igénybe venni, az önmagában nem egy, hogy is mondjam, nem egy társadalmat megkárosító dolog, erről a költségvetés rendelkezik. Az egy más kérdés, hogy azon lehet filozófiai vitát folytatni, hogy ez jó-e így, vagy nem. Ugyanis annak idején beszéltünk dr. Albert Gáborral, aki azt mondta, hogy alapvetően nem pont így találták ki annak idején ő és csapata a TAO támogatások rendszerét, hanem ő eredendően a helyi vállalkozásoktól beszedhető pénzekre gondolt, mert úgy gondolta, hogy azok a városok kell, hogy előnybe jussanak, ahol nagyobb anyagi képességek vannak, így feltehető, hogy ezek nagyobb városok, így ez magával vonza azt, hogy több néző lesz, stb. Stb. Ez nem így alakult, hanem úgy alakult, hogy én, ha teszem azt, én lennék az Újpest ügyvezetője, és van egy ilyen TAO jogosultsági keretem, akkor én elmehetek a ország másik végébe bejegyzett vállalkozáshoz is, hogy az adójának egy részét ajánlja fel nekem. Na és ez egy nagyon fontos dolog, ám, hogy azok a vállalatok, akik felajánlják ezeket a pénzeket, ez tulajdonképpen elvileg megismerhető, hogy ki kinek mennyi pénzt adott, és itt, hogy mi alapján döntenek, nyilván az adott vállalatnak is azonosulnia kell tudni azzal a céllal, azzal a pályázatba foglalt elérendő eredményekkel, stb. Stb. Tehát itt nem csak egy egyszeres szűrő van. Magyarul az, hogy egy TAO kerettel rendelkezik egy klub, az nem azt jelenti, hogy akkor már is költheti a pénzt.
Mert azért el kell menni kilincselni, azt meg kell szerezni a vállalatoktól. Csak a lehetőséget kapta meg arra, hogy adja neki a szakszövetség, illetve a szakági sportminisztérium mondja neki azt, hogy mit tud, csak mondok egy példát, 500 millió forintra van lehetőséged összeszedni, ha találsz ennek megfelelő cégeket, akik ezt neked oda fogják adni. Tehát nem kapják meg direktbe, hanem csak a lehetőséget kapják meg arra, hogy ennyit gyűjthetsz össze. Így van. Na most én ebben az egészben ott vettem részt, hogy valamikori munkaadómnál a minden évben megjelent egy összeg, hogy ennyit és ennyit tud a vállalat a társasági adóból TAO támogatásra fordítani sportegyesületek felé. Egyébként a vállalatoknál is ez meg van határozva, hogy az adó mekkora hányadáig lehet egyébként az állami adózás, tehát a társasági adó helyett ugye TAO támogatásra fordítani a nyereséget terhelő vállalati nyereségadót. Így amikor ezek megjelentek, akkor engem megkerestek azok a klubok, azoknak a képviselői, akik rendelkeztek ilyen TAO támogatási keret felhasználására szóló engedéllyel, és én a magam részéről összehoztam a munkáltatómat azzal a sportegyesülettel, aki igényelni szerette volna a TAO támogatást. Volt, amikor ez támogatást nyert a alkalmazó cégem részéről, volt, amikor nem. Volt, amikor azt mondták, hogy ezzel a mi cégünk nem tud azonosulni, mert volt, amikor azt mondták, hogy igen, ez egy jó cél, ezt bizony mi támogatjuk. Ez egyfajta közvetítői szerep. Az egykori munkáltatóm kikötötte, és én is így tartottam helyesnek, hogy nem lehet pénzt kérni ezért a közvetítésért, tehát én ezen nem kerestem egy fillért se, még mielőtt így bármilyen félreértés esne. Nem csak azért, mert egyébként az alkalmazó cégem ezt megtiltotta, hanem azért, mert én sem gondoltam, hogy ezért illendő lenne elkérni pénzt, pedig, ha jól emlékszem, 2-4%-nyi közvetítői jutalék, az azt hiszem, hogy elkérhető úgy egyébként a szabályok szerint, de ezt azért nem tudom pontosan, mert utána sem néztem igazából, hogy mik ennek a pontos szabályai, mert nem érdekelt ez a része a dolognak. Szóval úgy néz ki a dolog, hogy ha én egy sportegyesület vagyok, és van egy megfelelő pályázatom, amiben el tudom mondani, le tudom írni természetesen a megfelelő formai, alaki, tartalmi kellékek felsorakoztatása mellett, hogy mire szeretném fordítani, milyen fejlesztésre, avagy működési kiadásra, akkor elmehetek a vállalatokhoz. A vállalatoknál, hogyha azt mondják, hogy minden rendben van, mi felajánljuk ezt a pénzt a számotokra, és sikerül ezt a keretet, mert ez csak egy keret, sikerül ezt a keretet feltölteni, akkor meg tudok valósítani beruházásokat, illetve ebből tudok működésre fordítani pénzeket. Tehát ez a 125,2 milliárd forint, ez egy keret. Az abszurdum, az is elképzelhető lenne, hogy 0 forintot tudnak felhasználni, mert mondjuk senki nem tud egy értelmes pályázatot megírni, a vállalatok nem akarnak erre fordítani, stb. Ilyen nyilván még nem igazán fordult elő, de egyébként elképzelhető lenne, és volt olyan, több esetben is, több klub is jelezte, akivel én annó kapcsolatban voltam, illetve most is kapcsolatban vagyok, hogy évről évre egyébként nem tudják kihasználni a teljes keretet, mert nem tudnak összelapátolni annyi vállalatot, mert lehet, hogy egy vállalat akár teljes mértékben támogatná, de nem fordíthat TAO támogatásra csak egy meghatározott összeget. Most akkor kérlek azt mondani, full laikusnak, hogy mondjuk megállapodik a klub és a cég, akkor ennek a folyamata onnantól kezdve, mondod, feltölti ezt az összeget. Ez hogyan zajlik le? Tehát hogyan jut el a klubhoz a pénz? Így a sorrendjét légy szíves, mondd el, hogy... Igen.
Ez a pénz úgy jut el, hogy amikor a vállalat rábólint, hogy akkor ő felajánlja a teljes összeget, vagy az összeg egy részét, akkor ezt az egyesület és a vállalat jelzi az adott szakszövetség felé, aki ezt nyilván a saját rendszereiben rögzíti, és engedélyezi a kifizetést, és ez a kifizetés, ez megtörténik. Nyilván az, hogy ez milyen ütemezéssel történik meg, az már egy más kérdés, mert ez függ attól is, hogy milyen, mit jelöltek meg ugye a pályázatban. Úgy kerül aztán ez a pénz a sportegyesületekhez. Tehát magyarul az történik, hogy én csak így kérdezem, tehát nem kijelentem, csak kérdezem. Tehát a sportegyesület és a cég megegyeznek, akkor a cég, aki felajánlja a pénzt a kereten belül, a sportági szakszövetségnek lejelenti, ott a Vági Márton által vezetett bizottság... A futball esetén? Igen, tehát a futball esetén eldönti, hogy igen, odaadható, és akkor a cég direktbe elutalja ennek a sportegyesületnek, vagy a szakszövetségen keresztül utalódik el ez a pénz? Nem, ez a pénz. Az én tudomásom szerint, mert ebben már nem vettem egyébként részt, mert ott, hogy megszületett a megállapodás, az én szerepem így lezárult. Én úgy tudom, hogy ez a pénz ez közvetlenül megy, de kell hozzá a szakszövetség aláírása is, hogy elindulhasson, tehát hogy ez megtörténhessen. Tehát egy kvázi együttes aláírású utalásról beszélünk, ami a gyakorlatban tulajdonképpen annyit tesz, minthogyha a vállalat a szakszövetségnek fizetné, és a szakszövetség utalja tovább. De ez most csak technikai kérdés valójában. És utána a pályázatnak a kritériumait ellenőrzi-e? Én úgy tudom, hogy igen, de tehát most nagyon megszigorodtak az ellenőrzés feltételei. Persze. Hogy valóban arra használják föl. Igen. Nyilván ellenőrzik ezeket. Most azért itt mindig úgy vannak, hogy értékhatároktól függően egyrészt szigorúbb az ellenőrzés, másrészt pedig sűrűbb az ellenőrzés. Minél nagyobb értékű egy beruházás, vagy egy működési költségre fordítandó összeg, annál sűrűbb az ellenőrzés. Ezt a szakszövetség végzi el, illetve nem csak a szakszövetség, hanem az adóhatóság is ezt vizsgálhatja. Ráadásul ugye az egész történet ott zárul le, amikor a szakszövetség például ez egyszerűbb a beruházásokat tekintve egyszerűbb. Amikor mondjuk az van, hogy egy újabb műfüves pályát építünk világítással, 2000 néző, mobil lelátó. Nem tudom, mennyibe kerül, mindegy is. Megvannak ezek a fő paraméterek. A történet ott zárul, hogy a szakszövetség visszaigazolja, hogy igen, ez megtörtént. Kiment az ellenőr, megnézte, igen, ott van a mobil lelátó, igen, ott van a műfüves pálya, igen, világítanak, igen, működik, stb. Stb. Akkor van lezárva az egész, de úgy, hogy ugye ehhez mindenhez még egy pénzügyi elszámolást is kell adni. Ugyanis, ha én azt mondom, hogy 120 millió forintba kerül ez az egész, amit elmondtam, nem tudom mennyibe kerül, akkor ez megjelöltem a pályázatban. Lehet, hogy mire én odáig eljutok, hogy egyáltalán hozzá tudjak fogni, felmennek alapanyagárak, bérköltségek, és a végén 145 millió lesz. Csak most mondtam valamit. Ettől függetlenül a beruházást meg kell valósítani, illetve nyilvánvalóan önrészeket is kell tudni fölmutatni, ez pont ezért van, hogy ez egyfajta olyan puffer, hogyha egyébként változnak az árak, akkor be lehessen fejezni a beruházást, sőt van olyan is, amikor viszont ez is elfogy, és akkor azt mondja viszont a klub, hogy oké, de nekem kellene még pénz. És akkor van utólagos? Hát úgy van, hogy... Úgy van, hogy igen, van olyan, és ez választható, hogy évi egyszeri kifizetéssel, vagy utalással élnek a vállalatok, vagy negyed évente,
Ez a fejlesztés, tehát a fejlesztésnél inkább az egyszeri, a működésnél van ez a, inkább ez a negyedéves megoldás, de itt az a helyzet, hogy ha egy beruházás nem sikerül megvalósítani, és már nincs TAO keretből, és nem csoportosítható át máshonnan a nagy kereten belül, akkor bizony az csak annyi megoldás marad, hogy a jövő évi keret terhére meg kell írni a pályázatot, hogy akkor most még kérünk ennyit, az alapvető beruházáshoz ez volt, nem csak volt elég a következő a pénz, évben ennyi és akkor kevesebbet fog. Igen, és akkor a következő évben ezt be tudják fejezni, és ha van egyébként másik pályázat, az külön bírálódik el, tehát itt mindig egy darab cél van megjelölve. A működésnél természetesen ez nem ilyen egy darab cél, hanem ott ugye a működés. Tehát a működés esetében ugye nem olyan régóta, de már folyókiadásokra is lehet. Tehát azt mondom, hogy ebből fizetem a villanyt. Ebből fizetek mondjuk akár bármilyen más költséget. Tehát ez lehetséges. Tehát likviditásra? Igen, igen, igen. Jó, és akkor a követ, ugye most ugye változik a TAO-nak az összetétele, az összeg az majdnem ugyanaz. Pontosan ugyanaz. Pontosan ugyanaz, csak akkor azt mondd el kérlek, hogy miben változik most a TAO. Igen, abban változik, hogy, és ez egy nagyon, nagyon, én ebben, és hogyha nézik ezt egyesületek, szerintem érdemes talán ezt átgondolni, ami most következik. Ugye tavaly a TAO fejlesztési keret a 125,2 milliárdon belül, az... Ki fogom rakni ezt a táblázatot, amit most néz a Szabolcs. Igen, igen, igen. Az, bocsánat, az 35,3 milliárd forint volt. 2024-ben ez 31,1 milliárd forintra csökken. Ez ugye azt jelenti, hogy egy majdnem 12%-os csökkenés. Én szerintem ezeknek a számoknak van üzenetértéke. Ez annyit tesz, hogy elsőre is azt mondom, hogy az állam, vagy a pénzügyminisztérium úgy gondolja, hogy már nincs szükség olyan sok fejlesztésre, de azért van szükség rá, de nem annyira fontos. Már gondolom, azt mondják, hogy a nagyobb beruházásokat, amik tényleg nagyon sok pénzbe kerülnek, azokat már ilyen alapon megtették, úgyhogy inkább kisebb beruházásokra lesz majd szükség, és ehhez viszont kevesebb pénzt társítottak. Na most a működés... az 2023-ban működése 89,9 milliárdos keret állt rendelkezésre, idén pedig 93,8%, ezért majdnem 4,5%-os növekedés. Na most ennek tulajdonképpen örülhetnek a klubok, hiszen hát növekszik. Na jó, csak... De a rezsiköltségek viszont növekedtek. Igen, mindenféle költségek növekedhettek. Na most én... megcsináltam azt a számítást, ami egyébként nyilván nem egy pontos értéket adó számítás, de irányadó lehet. Majd elmondom, hogy miért csak irányadó, és nem feltétlenül ez a rögvalóság a klubok életében. Ugye, hogyha megnéztem, az éves infláció 7,9% volt november végén. Most azt nem tudjuk, hogy december végén mennyi lesz, de ha most nyílna meg a lehetőség, és most kapnák meg a pénzeket ugye az egyesületek, akkor korrigálva ezzel, ez azt jelenti, hogy tulajdonképpen a teljes keret a tavalyi kerethez képest 7,9%-kal kisebb. A fejlesztésre fordítható összeg 19%-kal kisebb, és a TAO működésre fordítható összeg, az pedig korrigálva az inflációval, az 3,9%-kal. Tehát, hogyha megnézzük és kalkulálunk az inflációval, akkor egyértelműen kirajzolódik, hogy a 19%-os csökkenés a fejlesztésekben az már tényleg egy jelentős vágás, viszont a működésre fordítható pénz nem növekszik annyival, mint amennyi az infláció. Ezért bizony a működésben hatékonyabban kell
csinálni a dolgokat a kluboknál. Tehát attól, mert a működésre több, nagyobb összeg fordítható, attól még nem jelenti azt, hogy lehet egy kicsit engedni a nadrágszíjon, sőt, inkább húzni kell rajta. És miért azt mondom, hogy ez csak irányadó? Mert csak mondok példákat. Nem tudom, és itt a klub egész gazdálkodását kell nézni, nem csak azt, amire fordíthatók ezek az összegek. Nem tudom például, hogy a fiatal szabály egyre szélesebb körű alkalmazása miatt az NB1-ben mondjuk mennyivel mennek föl a fiatal játékosok bérei. Már így is azt mondják, hogy az egekben vannak, de lehet, hogy ez még jobban fog emelkedni. Hát inkább akkor... az eladási áruk, ami, tehát én ezt, tehát beszéltem egy pár ügynökkel, hát inkább az áruk ment föl ezeknek, a most csúnya szóval érve az áruk, a játékjogának az ára ment föl, nem is annyira a fizetése. Tehát nagyon nehéz most, megint csak csúnya szóval érve, mint a húspiacon, egy fiatal játékoshoz hozzájutni. Tehát hogyha nem a saját nevelésed, akkor mondjuk Kazincbarcikáról Csalgótarjánba, most direkt nem mondtam nagy klubokat, tehát borzasztó nagy pénzt kell kifizetni azért, hogy az a fiatal játékos az nálam tudjon játszani. Hát ilyenkor emelkedik meg azoknak a szakmai, és nem, most már nem csak szakmai értéke, hanem anyagilag is nagyon sokat számít, hogyha egy egyesület saját maga tud kinevelni játékos. Így van, vagy például nem tudjuk azt, hogy ugye nem tudom, hogy mennyire közismert ez, de az meg van határozva, hogy az utánpótlásban dolgozó edzők, az akadémiákon dolgozó edzőknek milyen minimális fizetést kell adni. Tehát ennek ez meg van határozva ez az összeg. Mi van, ha mondjuk ez nem az inflációval, hanem mondjuk 30%-kal nő? Mi van, hogyha most a műfű ára az mondjuk a duplájára emelkedett tavaly óta? Tehát ugye a klub által érzékelt infláció nem feltétlenül ugyanaz, mint amennyit a teljes adatsorból számított inflációs értékek mutatnak. Ezt legjobban azzal tudom érzékeltetni, hogy például direkt számolnak külön nyugdíjas inflációt is. Ugye azért, mert a nyugdíjasoknak a fogyasztási szokásai merőben eltérnek a nem nyugdíjasok fogyasztási szokásaitól, ezért ott ők másfajta inflációt érzékelnek. Illetve, hát felhívom a figyelmet arra, hogy most mondtam ezt a 7,9%-ot, biztos lesz rá hörgés, hogyha de hát nem annyi, meg hát én csak annak a statisztikának hiszek, amit én hamisítottam meg, stb. Stb. Ezek a hivatalos számok, ezek állnak rendelkezésre. Egy, kettő, mindenki más fajta inflációt érzékel, ez a szám, ez valami olyan átlagot képvisel, vagy olyan átlagot jelent, amit egyáltalán a rendelkezésre álló tudományos és technikai eszközökkel el lehet érni. Tehát egy viszonyszám, amiből legalább ki lehet indulni. Tehát magyarul akkor azt tudjuk mondani, hogy a mondandóból azt veszem ki, tulajdonképpen ez lenne a lényege, hogy a rendelkezésre álló TAO keret, az maga szám az nem nagyon változott, viszont az értéke, amit rajta lehet vásárolni, vagy felhasználni, az jelentősen csökkent. Tehát ezért racionalizálhatják a klubok a saját működésüket, tehát inkább költenek azokra az összegekre, ami napi kiadások, vagy a fejleszteni már, például egy új stadionon nem nagyon kell semmit, karbantartani ilyen persze állag megóvás és a többi, de inkább most már azon lesz a fő hangsúly, hogy szakmai munkát végezzenek, hogy megspóroljanak maguknak pénzt, például a fiatal játékosok kinevelésével, mert ezen lehetne a legtöbbet. Na igen, és itt van az, amit én akartam mondani, és ez nagyon fontos, hogy az üzenet az, hogy most már megkaptátok a főbb infrastruktúrális elemeket, azok rendelkezésre állnak. A fejlesztése ezeknek most már tulajdonképpen annyi, hogy mondjuk egy energetikai korszerűsítést csinálsz, vagy állagmegóvást csinálsz, stb. Míg egyébként a folyó kiadásaid esetében viszont legyél sokkal-sokkal racionálisabb, és ennek például egyik megoldása az, és talán ez elég sokat számít, és sportértéke is van, pont a kinevelés.
pont a kinevelés, mert ugyanis tulajdonképpen ezek a TAO pénzek, ezek elegendőek az akadémiák egyebeknek a fenntartására. Tehát ez fontos, hogy ezt gyakorlatilag nem igényel a tulajdonosok részéről olyan nagy befektet, plusz befektetést. Tehát magyarul ott nincs kiadás, viszont ha kinevelek játékost, akkor tudok a fiatal szabálya a pénzt keresni, és ha ez a játékos nem csak a fiatal szabály miatt játszik az együttesben, hanem azért, mert egyébként tényleg jól kineveltem, tehetséges, akkor majd még lesz egy szép eladási ára is, majd annak idején, amikor annak eljön az ideje. Úgyhogy én azt mondom, hogy ez az üzenet, ebben a pár számban ez az üzenet benne van. Hát igen, és sokan vártuk azt, hogy legalább a sportvezetők részéről is legyen tényleg egy üzenete, hogy ne csak nyakra főre kapják a támogatásokat, ami eddig sem volt egyszerű, de ha olvastátok az MLS-nek a bújtatott kis beszámolóját, azért voltak visszaélések. Nagyon remélem, hogy ezek így megszűnnek, és a TAO-t tényleg arra fordítják, amire kell. Most nagyon-nagyon rámennek az ellenőrzésekre, tehát itt most nem lehet már olyan stikliket csinálni, mint régebben. Tehát sajnos voltak ennek is mellékvágányai, de itt az üzenete egyértelműen az a vezetőség, akár mondhatjuk azt, hogy a sportminisztérium részéről most már szakmai munkát kell végezni. Aki nem végez szakmai munkát, az elhullik. Az nem fogja tudni fenntartani azt az úgynevezett birodalmat, amit fölépített. Ha nem nevel ki, és nincsen más bevétele. Tehát most, igen, például most kifejezetten a Ferencvárosra gondolok. Tehát a Ferencváros ügyében nem lesznek nemzetközi bevételei, akkor nagyon-nagyon rá tud szaladni a dolgokra. Tehát egyértelműen minden klubnak kell rendelkeznie utánpótlás neveléssel, mert ebből bevételt tud generálni. Lehet, hogy ezt meg kellett volna tenni már 10 évvel ezelőtt, de most ezen már ne polemizáljunk, hogy most meg kellett volna tenni, igen, de azt hiszem, ez elég kemény üzenet, és azért meg lehet nézni, láttátok, kik húzták meg főleg a nadrág szíjat, Kisvárda, Mezőkövesd és a többi. Tehát azok a klubok, akik nagyon-nagyon számoltak eddig más bevételekkel, most borzasztóan rá fognak menni. És bizony lesz olyan, aki majd az NB2-be fog süllyedni, mert nem fogja tudni fenntartani azt a játékos állományt, amit eddig. Nem mintha eddig a TAO-t profi játékosok fizetésére lehetett volna fordítani, de most bizony minden. De azért van egy nagy kalap, tehát azért az úgy néz ki, hogy még cégjogilag is ugye elválik az utánpótlást működtető szervezet, vagy igen, vállalkozás, meg az NB1-es csapatot működtető vállalkozás. Ugyanakkor ezek mögött az esetek 99%-ában ugyanaz áll, ugyanannak az embernek, vagy embereknek, vagy önkormányzatnak a zsebe van mögötte. Így, hogyha az egyik oldalon több a kiadása, a másik oldal is megszenvedheti. Tehát ezek hatnak egymásra, akárhogy is nézzük, és még egy dolgot szeretnék, ami nagyon fontos, hogy persze itt akkor feljön az, erről viszont nem fogunk itt beszélni, mert ez átvisz a politika vizeire, hogy persze, mert hát Felcsút kapta a legtöbb olyan támogatást, amiből nem tudom miket épített, és akkor ott hűha. Én azt mondom erre, hogy ezt a témát itt elvágjuk. Nyilvánvalóan megvan a véleményük, megvan másnak is a véleménye, de mi most itt a TAO rendszeréről beszélünk, hogy ez hogy működik, és arról, hogy a 2024-es tervezet az mit üzenhet a kluboknak. Igen, és arra szeretnék titeket is megkérni, hogy legyen már ez egy ilyen sziget. Azért voltam tegnap is, azt hiszem, 2 vagy 3 embert eltávolítani. Nem vagyunk kíváncsiak a politikára, mi is tudjuk, mi a helyzet. De ne itt vitassátok meg egy sportfórumon. Tehát aki esetleg hozzászól, és tényleg kíváncsiak vagyunk a véleményekre, próbáljunk meg a sport keretein belül megmaradni, a foci keretein belül. Mi is szeretünk ugye összeesküvés elméleteket gyártani, de könyörgöm, hagyjuk már ki az egymásnak a gyalázását, a provokációkat, mert megmondom őszintén, tegnap nagyon-nagyon betelt a pohár. Igen, itt mi
azt ismertettük, hogy ez hogy működik. Azt lehet vitatni, hogy ez jó vagy nem jó. Mi a kész tényeket közöltük. A hozzáférhető, hozzáférhető adatokból. Így van. Ami pedig ebben a témában a politika, vagy ebben a témában az összeesküvés elmélet, azt pedig hagyjuk azért, és megmondom, hogy miért. Azért, mert az elsődleges cél az az, volt ezzel a kis összefoglalóval, hogy ne csak beszéljünk arról, hogy a TAU így, TAU úgy, hanem tudjuk is, hogy miről beszélünk, amikor a TAU támogatásokról beszélünk, mert én tapasztalatom az, hogy nagyon sokan beszélnek róla, de nagyon kevesen tudják, hogy ez valójában mi, hogyan működik, hogyan lehet felhasználni, kikhez juthat el, stb. És az igazság, hogy azt is meguntuk, hogy állandóan látszat, hogy néhányan tényleg csak ugatják ezt a témát a hozzászólásokban, különböző hallomásokban, másokból informálódnak, és Szabi is meg én is meguntuk állandóan ezt a komment szekcióban elmagyarázni. Tehát most, hogyha bárkinek ilyen irányú kérdése lesz, akkor be fogom linkelni neki ezt a videót, és nézze végig, és nem fogok magyarázkodni többet. Igen, és ezzel együtt, hogyha valamit esetleg nem jól mondtunk, vagy kiegészíteni valótok van, az vagy egyértelmű, adott igen. esetben kérdés, és tényleg ebben a témában és abban a körben, amit mi szeretnénk, amiből szeretnénk a politikát, meg az összeesküvés elméleteket kizárni, akkor legyetek szívesek, kommenteljetek. Tényleg mindig nyitottak vagyunk, de abszolút a témába vágó legyen a komment. Igen, a beszélgetésre, a vitára is, csak ennek a vitának tényleg legyen egy ilyen érv oldala is, ne csak egy olyan, hogy azért mer. Jó, szerintem megtárgyaltuk ezt a ezt a TAU témát, és hogyha itt figyelmesen hallgattátok, akkor azért szerintem be lehetett azonosítani egy-két olyan dolgot, ami magyarázatot adhat egy-két klub működésében tapasztalható furcsaságokra, vagy egy-két olyan lépésére, ami nem feltétlenül magától értetődő a TAU támogatás működésének ismerete nélkül. Úgyhogy hajrá, szurkolók! Hajrá, magyar foci! Sziasztok. Sziasztok! Érdekel a véleményetek. Kommenteljetek. Mások véleményére kíváncsiak vagytok? Osszátok meg ezt a videót. Ami ha tetszett, akkor lájkoljátok. És ha esetleg még ezen túl anyagilag is szeretnétek minket támogatni, akkor a szuperköszönettel, vagy a leírásban található bankszámla számon direktben is tudtok bennünket támogatni. Köszönjük!